22 fokos melegben, helyi idő szerint péntek délután 2:30-kor 74 gyalogló vágott neki a világhírű Copacabanán kialakított 1 kilométeres pályán a 20 körnek. A nyíregyházi versenyző az első kilométereken a mezőny második felében gyalogolt, majd a távfelének teljesítését követően kétszer is sárgalapos figyelmeztetés kapott, így közel került a kizáráshoz. Pokrovenszki József tanítványa 16 kilométernél a 35. volt, a hajrára azonban erősíteni tudott, és végül egyéni legjobbján 7 másodpercet javítva 28-ként ért célba. Nagyon nehéz verseny volt, 74 indulóban lettem 28-dik. Ez igazából ezzel a célunkat teljesítettük, mivel az volt hozzáfüggés célunk, hogy a Rio, a londoni olimpián elért eredményt megjavítsuk. A fejezésben is és időeredményben is sikerült. Annak is örülök, hogy egyéni csúcsot döntöttem. Minden versenyben jó érzés legyen, úgyhogy csak döntünk, de egy olimpián főként. Ezzel igazából tényleg azt mondták, hogy mindent megtettem, szóval az életemben nem mentem még ilyen gyorsan 20 méterrel, mint most. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyetlen riói olimpikonját saját szurkolótából is búzította a verseny alatt. Nagyon örülök, hogy jöttek ki a szüleim, a párom, illetve ismerősök. Nagyon jó összett a biztatásuk. Lehet, hogy ez a 80-fajban másodperc és egyéni csúcs, ez nekik köszönhető, hogy biztattak körre, körre, és amikor tényleg horponton voltam, akkor ők segítettek át a nehézségeken, és nagyon örülök, nagyon jól lett, hogy mindig egy százáról eljöttek. Egy hétfős csoport volt, és tényleg a pálya minden részén lehetett hallani a hangjukat, és nagyon jól esett. A számot a kínai Wang Chen nyerte 1:19:14-es idővel. Máté hétfőn már edzett az olimpiai faluban, ugyanis szeptemberben még rajthoz áll a csapatbajnoki döntőben és a Szuperliga zárófordulójában.